Köszönöm a szót.
Engem a Turisztikai Sportbizottság képviselője ihletett meg, hogy felszólaljak. Egy alapvető dilemmára szeretném felhívni a figyelmét a tisztelt háznak. Azt gondolom, és a képviselőtársaim az LMP-ben egyetértenek velem ebben, hogy két út áll előttünk, és az eredeti törvényjavaslat is, amelyet most módosítani kívánnak, a rosszabbik utat választotta. Az egyik út a kiszolgáltatottság útja, és a kiszolgáltatottság útján növelni a foglalkoztatottságot. Ez az út az, amin Kína vagy a legtöbb fejlődő ország jár. A másik a társadalombiztosítás útja, ezen az úton haladnak a skandináv államok, vagy ezen az úton halad Szlovénia. Ezeknek az országoknak a példája mutatja azt, hogy lehetséges úgy bővíteni a foglalkoztatottságot, hogy közben nem növeljük a munkavállalóknak a kiszolgáltatottságát. Ezért javasoljuk azt, hogy általában a járulék csökkentés legyen a foglalkoztatás bővítésének az útja, ne pedig a kiszolgáltatottság növelése, ne pedig az, hogy egyre több és több szektorát vonjuk be a gazdaságnak abba a munkavégzési formába, amire nem vonatkozik a társadalombiztosítási jogviszony. Ezt alapvetően elfogadhatatlannak tartjuk, és arra kérem a tisztelt ház képviselőit, hogy fontolják meg, hogy milyen irányba kíván tovább haladni. A modern, nyugat-európai jóléti állam révén védettséget biztosító irányba, vagy a kiszolgáltatottságot intézményesítő irányba. Szerintünk ebbe az irányba, az előbbi irányba kellene haladni, az lenne a helyes. Köszönöm szépen. Köszönöm, képviselő úr. Következő 2 perces Karvalics Ottó, Kereszténydemokrata Néppárt. Ennyi a szó, képviselő úr. Elnök úr, köszönöm a szót. Tisztelt képviselőtársaim, hallgatva ezt a vitát, eljutottam odáig, hogy hozzászólok, ugye, mert időnk az nincs. Az idény munka nagy része az 4-5 hónap alatt jelentkezik, ez pedig a mostani nyári hónapok elsősorban most kell megoldani. Tehát nincs idő arra, túl sokáig vitatkozzunk, vagy túl sokáig várjunk. Úgy gondolom, hogy elmondta mindenki, hogy a régi szabályozás az nem jó, túl bürokratikus, túlzott terheket rak az emberekre, és szinte teljesíthetetlen, ezért kiszolgáltatottá teszi a vállalkozót is, és a munkavállalót is a hatóságokkal szembe, tehát be van kódolva egy büntetés ebbe a rendszerbe. Az új tárgyalt, a megoldásra ajánlott rendszer, ez úgy gondolom, hogy a bürokráciát megoldja, hiszen ad 3 lehetőséget, hogy hogy lehet bejelenteni egy munkavállalót, ideiglenesen alkalmilag foglalkoztatni. Gyorsnak gyors, ugye, 2 órán belül akár vissza is lehet mondani az aznapi munkát, tehát nem terheli az a teher a munkaadót, és a munkavállalónak is megnyugtató. Ellenőrizhetőnek is ellenőrizhető, hiszen minden adatot, amit egyszer a regisztrációs alappal megkap, az tulajdonképpen ott van az ellenőrzés szerveknél. Végighallgatva ezt a vitát, én úgy gondolom, hogy egyetlen egy nagy baj van, arra fele megyünk, hogy ebből a javaslatból is egy olyat rendszert próbálunk kialakítani, amit tulajdonképpen most meg akarunk változtatni. Én arra kérem a tisztelt képviselőtársaimat, hogy ennek a jogszabálynak hagyjuk meg azt a keret lehetőségét, hogy ebbe az utcába betévet vagy dolgozó munkavállaló és munkaadó az utca mind a két oldalát, tehát a jobb oldalát, bal oldalát, közepét is használja. Tehát legyen egy mozgás lehetősége, ugye ez egy szerződés a munkavállaló és a munkaadó között. És most érzem először, amit a képviselő azt, hogy nem érzett, hogy ebbe a javaslatban van egy bizalom a munkaadó és a munkavállaló felel is. Ezt kellene megtartani. Ne próbáljuk tönkretenni ezt a javaslatot is egy másfajta túlzott bürokratikus szigorítással. Köszönöm szépen. Képviselő úr, emlékeztetem, hogy a 2 perc az 2 perc. Következő 2 perces Kara Ákos képviselő úr. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves képviselőtársaim. Ha megengedik, bár a Foglalkoztatási Bizottság tagja vagyok, de a bizottság részéről azt gondolom, hogy sok minden elhangzott, így választókerületemben tapasztaltak alapján szeretném mondandómat összefoglalni. Kisebb bürokrácia, kevesebb közteher, teljesíthető anyagi teher, a munkavégzés körülményeihez, munkavégzés helyszínéhez jobban igazodó szabályozás. Ezek biztosan az egyszerűsített foglalkoztatással kapcsolatos lakossági, közösségi elvárások. Mind-mind olyan elvárás, amely az egyszerűsített foglalkoztatás mezőgazdasági, idegenforgalmi, idénymunkával és az alkalmi munkával kapcsolatos elvárás. Az egyéni választókerületből, amelyet képviselek,
Egy gazdálkodó megyei napilapunk mai hasábjain így kommentálta a 2010 április 1-én életbe lépett változásokat. Az idézetettől a gazdálkodótól így szól: mi termelők vagyunk, nem adminisztrátorok. Valóban sokak álláspontját és gondját fogalmazta meg ez a gazda, akik számára az idény munka alkalmi munka jelenti a megoldást, a lehetőséget. Így folytatta a mondani valóját a most hatályban levő szabályozással kapcsolatban ő, aki több mint 20 hektár gyümölcsös tulajdonos a Győr mellett. Nem akarunk kibújni a kötelesség alól, de meg kell érteni, nem értünk hozzá, nincs rá időnk és nincs internetünk a határban. Kedves képviselőtársak, választókerületemben nem csak Gönyű és Győr között, hanem 52 másik településen is sokak számára gondot okoz ez az egyszerűsítettnek nevezett foglalkoztatás. Fidesz-KDNP képviselőként a Nemzeti Együttműködés programjának vitája során jeleztük, hogy támogatjuk a kormány szándékát a bürokrácia közterhek csökkentésében. Kormányprogram vitája során magam is jeleztem. Egyetértünk a bizottságtal az egyetértésünket a bizottsági ülések keretében is egyértelműen jeleztük. Az a szándéka, hogy egy egyszerűsítés és egy bürokrácia 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 kefetés legyen. Fontos, hogy egy jogtabály, hogy tületik a tisztviselőse is. Az új képviselőtársaimnak is mondom, hosszú ebben egy interjúkos izgóban van. Én nagyon bízom abban, és a fiatal névvetőt is a műsorban, hogy a nemzeti együttület köve és a nemzeti párbeszéd keretében sok minden ebbe a félbe fog nagyon bízom, hogy ebbe a kerénbe a lefesk fakar neki való egyébként az hiszen sport, mert ők javasol egy műsztrétre is. Rá tudjuk, hogy jön a nemzet részében, hol a ráadásul egy olyan törvény van, a munka világban szabályozó, amiben kell abban a törvényben, hogy kellene meg volna, hogy azt a delegáciát megtehetjék, hogy ez az egyeztetés lesz folytassák. Még szeretném, még egy megjegyzés. Köszönöm, képviselő vezetett. Következik a 9. képviselő kereszténydemokrata néppárt. Szomatot.
Köszönöm a szót, a világtól, és Kauper világtól, és Cseglin Gáborból szeretném megkérdezni, hogy a munkanélküli segélyt elállt a szociális támogatások meg a szüntetés támogatások minak szintése utában, az inakörnyi vaktában, ezt vajon milyen társadalom biztosításában valakinek. Egyszer akarunk az, ami kérdés, hogy egyszer akarunk egy minden problémáit megoldani, hogy aki ugye utalva akarod, hogy a kiállt, akarmi foglalkoztatást állatozítni, és kerülbe a társadalom biztosításban, amit nem fog, és egyszer akarunk minden utolsó lényeget megoldani, és hogy esetleg egyetemes lépcső fog nyitni egy első lépcső fokozit, ki tudja, hogy esetleg az illetőt tud jönni ebből a nagy adott helyzetből, és esetleg tovább tud lépni. Illetve a Csimungánából úrnak mondanám, hogy én úgy hallottam az előtte, hogy ezt több összéget adok, hogy most a segőgrossétre, vagy a tekintőbb, amit megindokolt, és az önök már beközönt, és ugye az önök látszatlanos tiltétkedések miatt ennek az önök segőgrossz fogták, hogy ennek a tövénynek a elfogadása, hogy ez most nem fejlődve, tehát és utányú pillanat neki való egyresztő tégost, hogy ezzel is előtte ezt maga is viszont ezt később pótolni fogja. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő úr, köszönöm szót, elnök úr, köszönöm az szót, elnök úr, tisztelt ház, engem komoly környékem, komoly és környékem választottak egyéni képviselőknek, és végzettségem, és munkám az építőiparhoz könt a tapasztalom, nap mint az a tapasztalom, a bázvételes révén bevezetett törvény, ellentmondás, ezt figyelembe, azt nem veszik a figyelembe, a szociálistól liberális kormányi utolsókottatás törvényes foglalkozás, az osztás elleni merzénte azt, hogy a temmények között milyen körülmények között vállalnak alkalmi munkát. Azt nem veszik figyelembe a gazdaságban, az a mezőgazdaságban, az építő, a téglakapatok tetején, a téglakapatok egy szomtas terülmények között, vagy egyéb már körülmények között adott meg a 810 adott meg a törvény, ahhoz, hogy törvényes munkavállalás történjen. Ennek az ellentmondásnak a megszüntetéséhez a törvény a születete és a törvény az idő. Én úgy gondolom, hogy az időfaktor egy nagyon fontos dolog, a munkanélküli és nálunk, ahol a munkanélküliség kumulók eléri a 26%-ig létegben, a környező településekben van, ahol ott van szociális kokát, elfogsadott szociálisták által elfogadra a törvény, csak egyre alkalmas húzza, hogy tovább nyújtja azokat a vállalkozások közé, ki ellenek azokat, akik ebben a nehéz környezetben próbálnak valamilyen vállalkozásítani tevékenység, ott fajta többidelmez és azon jövedelmezőség mellett, ha csak irkágolás, feltételes feltétel és teremti meg magas szinten. És ezzel élnek és rehegnek, az ilyen retrogenciával, az ilyen bürokráciával, és nem van a munkaadók és munkavállalók, a fekete munkát csak a fekete munkát erősítél, ezért szükséges minél előbb ennek az erőfényvási javaslat ki az elfogadásra, és érdező és törvénye, hogy a vállalkozók törvényes munkavégzésnél feltételeit biztosítani tudjuk. Köszönöm szépen. Köszönöm képviselő előttek, és egyébként a képviselő úrat illeti a szó. Köszönöm. Sajnán Andrének szeretném mondani, hogy én szerettem a röviden válni szólni, azért meg tehát nincs jelen, tehát azért megkezdtem. Nem gondolom, hogy ez egy hamis dilemma. Nem arról van szó, hogy a kívül munkaerő piacon kívülről kívánnánk tartani a munkavállalók jelentős létét, munkavállalók egy jelentős részét, hanem arról beszélünk, és azt kérdezzük, hogy kiszolgáltatott munkaviszonyt képzelhetünk el, akkor nem tudjuk is bővíteni a foglalkoztatást, úgy kibővíteni, hogy közben nem növeljük a kiszolgáltatottságot. Egy tégés az egész gazdasági a kiterjedő járulék, a rendszeres elrüstésé, az adó rendszerűre egyszerűsítésével, valamire már ott a kitettekkel elképzelési javaslatokat ürüteni. Ezekkel lehet a gazdasági működését, a gazdaság foglalkoztatott, és lehet bővíteni a foglalkoztatottságot. Ne indok, ugyanakkor ezzel együtt nem indokja a társadalom a biztosítás, hogy a társadalom biztosítás jobb viszonya alól kibonjunk egyre többé és többen ez a munkavállalót ebben az országban. És akkor én visszakérdezni, hogy képzelni a kormány, hogy hogyan képzeli a kormány emelni az alacsony bérőhöz foglalkoztatni a minimálbért, miközben emelni a minimálbért, meg is adóztatja a minimálbért, mert ezzel ezek a rejtegeknek az elhelyezkedését viszonyatosan az megdrágítja. Erre az a megoldás, hogy hívjuk őket a járulék fizetés kötelezettség alapot. Köszönöm szépen. Kettő perszettél szabolt képviselőket. Szépen. Köszönöm szépen. Hát,
Ilyen átúl diszkogató állt föl. Itt három dolog merendült föl, és sok a kellemzéknél összecsengető dolgok, szónagát, a sietség és kizolgáltatottság. És az egyetetés értetlen, és így csak az árban tiszteltem, hogy képviselő pártjáim ezt a, mert idegen várja a